Szilvi új anyaga pedig azt gondolom, hogy szinte párját ritkítja, nagyon-nagyon szép anyagot hozott ki, nagyon tehetséges. És azt gondolom, hogy most van abban a... Most nagyon fent van, szóval most nagyon-nagyon benne van ebben az egészben, és nagyon-nagyon jó, amit csinál. Ő egy nagyon tehetséges ember, én korábban is ismertem így nézőként a munkáit, vagy azokat az ügyeket, amelyekben ő részt vett, és azt gondolom, hogy most azt mondja, toppon van. Eddig még nem volt rá példa, ez az első alkalom, hogy együtt muzsikálunk. Mindenki ismer mindenkit, de még sose játszottunk így együtt. Viszont most csináltunk a mi műsorunkból egy gyönyörű balladát. A Szilviék műsorából csináltunk ilyen jó kis szálos muzsikákat. Én nekem nagyon tetszik, amit ők játszanak, mert ők ilyen sokkal nyugodtabbak, mint mi vagyunk, és olyan békés, olyan szép az egész, amit játszanak, amilyenek meg ilyen vaddisznók. És a kettőt összeereszteni azért az kockázat. És most kipróbáltuk megint beálláson, meg egy próba is volt, és szépen szól együtt a két zenekar. És ami szerintem a legérdekesebb az az, hogy ugye mi nem népzenészek vagyunk, hanem ilyen városi progerek, és csináltunk egy, a Szalonna lemezéről megcsináltunk egy komplett táncrendet, és azzal megleptük a próbán, és azt már muzsikáljuk együtt velem. Úgyhogy ez a legérdekesebb dolog szerintem. Képzeljétek el, hogy nem tudom. Egyszer csak az Adrián fölhívott innen a Millenárisból, és bemondta ezt a konceptet, hogy van-e kedvünk hozzá, aztán a Szilvike is hívott, és persze, hogy van, hogy nem. Mi szeretünk fejest ugrani ilyen dolgokba, mert ebből lehet a legtöbbet tanulni. Ezzel alkalmazkodni kell, intelligensen kell muzsikálni, és nyitottnak kell lenni a másik fél zenéjére. Meg azt nem csak, hogy nyitottnak kell lenni, hanem hogy meg kell próbálni megérteni. Ez azt feltételezi, hogy kell vele foglalkozni, mert ez úgy nem megy, hogy oké, játszunk együtt, és akkor idejössz, és ezek nagyon komoly muzsikusok. Komoly a muzsika is. Tehát vagy fölkészülsz belőle, vagy beégsz. És akkor így rá vagy szorítva arra, hogy a kollégáidnak a muzsikájával komolyan foglalkozzál, megtanulni a dalokat tőlük, megismerd a gondolkodásokat, és utána már van miről beszélni.